Gonda László zongora művész, előadó művész neve már nem ismeretlen a nógrádiak, illetve városunk lakói számára, hiszen az általa életre hívott eseményekről már önök is láthattak összefoglalókat, most újabb programokkal készült. Nagy öröm számomra, hogy ismét beszámolhatok két nagyszabású olyan programról, ami azt gondolom minden zenésznek, illetve mindenkinek szívügye, hiszen az élő muzsikálásról, az élő zenélésről, az élő zenéről szól. Fontos ez mind játékosnak, mind hallgatónak, és fontos a széles közönségnek, hogy az élő muzsikálás azt, amit előtérbe kell helyezni, és azt minden féle formában gyakorlatilag hirdetni. Így történik ez a következő időszakban, hiszen megrendezzük a második országos bárzenész találkozót Egerben. Tavaly rendeztük az elsőt, nagyon nagy sikere volt, ahol kint volt a Bátony TV, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Nagy sikere volt, mindegy 1800 ember látogatta a rendezvényt az Agria Park udvarában, jeles fellépőkkel, Zalatnai Cini, Rácz Kati, Eszejenővel és rettenetesen sok helyi egri művésszel közösen. És hát azt a műfajt éltetjük, ami nagyon-nagyon fontos, és a maga a bárzenész szakma, mint olyan, nem szeretnénk, hogyha kihalna, hiszen az egész világban a magyarok nagyon jelesen képviselik magukat. Tehát egy bárzenésznek gyakorlatilag több fajta műfajban kell remekelni. Tehát azt hiszem, hogy a táptalaj az a jazz, a latin-amerikai zene, a régi, ha Magyarországon vagyunk és játszunk bárban, a régi magyar örökzöldek, a filmzenék, a nemzetközi örökzöldek, és egészen azt hiszem, hogy még az operett is belefér, és azért gondoltunk egy olyat, hogy ezt a nagyszabású programot kiegészítenénk egy versennyel. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ és a Gonda Music az Országos Szórakoztató Zenei Központ támogatásával kétfordulós versenyt hirdet. 16 és 50 év közötti zenészek és énekesek jelentkezését várják, akik jazzt, latin-amerikai zenét, popzenét, musicalt, operettet játszanak, énekelnek. A verseny célja a műfaj művészi színvonalának emelése, értékmegőrzés és átörökítés, a leendő és gyakorló bárzenészek találkozása, tapasztalatcseréje, megmérettetése, szakmai konzultáció kiemelkedő szakemberekkel. A versenyről a szervező tájékoztatta a nézőket. És a verseny neve Trilla, az élőzene versenye. Ez azért kapta a nevét, mert nyilván a műfaj, mint olyan, ma is él, és ugye élő formában játszunk, nem playbackről, és hát olyan versenyzők jelentkezését várjuk, akik 16 és 50 év közöttiek, és szeretnék megmutatni magukat. Tehát vagy már jelentkeztek országos nagyobb volumenű versenybe, ugye X-Faktor, Megasztár, Csillag születik a televízió képernyője elé, és esetleg nem jutottak be, és szeretnék újra próbálni magukat. Vagy most fogalmazódott meg bennük az, hogy nagyon-nagyon szívesen kipróbálják magukat a gyönyörű szép Eger városában. Mi lehetőséget biztosítunk mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy pódiumra, színpadra állna. Ez jó lehetőség lehet, hiszen sokan megismerik, lehet, hogy új tehetségeket, új arcokat fedezünk föl, és ez egy kétfordulós verseny lesz. Július 26 és 27-én, tehát a második országos bárzenész találkozó keretében rendezzük meg ezt a Trilla versenyt, amelynek az első fordulója június 3-áig kell beadni egy YouTube-ra feltöltött videóanyagot. Egyébként az www.ekmk, Egri Kulturális és Művészeti Központ, www.ekmk.eu oldalra, hogyha rákattintunk, rámegyünk, akkor ott fogjuk látni egy pirossal szedve Trilla, az élőzene versenye, és gyakorlatilag ott mindenféle információt megtalálunk. A versenyre jelentkezők a képernyőn látható webcímen jelentkezhetnek a megmérettetésre. Jöjjenek, méressék meg magukat, mutassák meg magukat, vagy egyszerűen csak szórakozzanak, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, ugye június 3-ig kell jelentkezni erre a versenyre.